Sziasztok, Lankovics Dénivék, és készültem nektek egy videóval, amiben szeretném megmutatni, hogy hogyan használom én az új mandula formájú reverse tippet a szalomban. Ezen felül nem csak future zselét, hanem más építőanyagokat is fogunk használni, és még a díszítésnek az egyik felét is a körömbe fogjuk beleépíteni. A másik fele az rajta lesz a felületén, semmi különleges, csak pár hópihe, egy kis kövezés, viszont annál érdekesebb lesz, úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Nos, amint látjátok, három körben már készen is van a vendégemnek. A kis ujján és a mutató ujján Liquid Metal 8-as gel lapot használtam, a gyűrűs ujját pedig az új Future Maker Oz-ból építettem meg. A középső ujja nagyjából már elő van készítve, körbe mentem géppel és levágtam a bőrt, annyi, hogy most egy 180 soft reszelővel fogok átmenni a felületén, amivel felbolyhozom, és a maradék kis anyagot, ami rajta maradt, eltávolítjuk. Ezek után szép alaposan leporoljuk a körmöt, hogy ne maradjon sehol se por a sáncokba. A spray preppel szerintem még a maradék is kifújódik onnan, úgyhogy én azért szeretem nagyon. Ezek után fogok használni egy primer 2-eset, azaz savmentes primert, amivel szép alaposan le fogjuk kenni az egész körömnek a felületét, hátul a sáncoknál, végig az egészet. Ezek után bondzselét fogok használni a körömre. Szépen se nem vastagon, se nem vékonyan felvisszük az egész köröm felületére. Jól hátratoljuk a sáncokhoz, hogy biztos legyen a tapadás, ne legyen sehol se levegősödés. És mehet be a lámpába 30 másodpercre. Itt most két reverse tippet láttak, a bal oldalit már a vendégem körméhez igazítottam, mert lereszeltem a sárkait, hogy tökéletesen illeszkedjen a köröm felületére. Majd fogunk egy hard zselét, és ezzel fogjuk folytatni az építésünket. Ehhez most egy line ecsetet fogok használni, amivel szépen felvesszük az anyagot, nem túl sokat, csak éppen hogy legyen rajta, felvisszük a tipnek az aljába, és körülbelül a tip közepéig felkenjük vékonyan, hogy ne legyen túl vastag, mert még fog belekerülni egy pár réteg. Hogyha ezt szépen eligazgattátok, akkor csak tegyétek félre nyugodtan a tippet, nem kell vele semmit se csinálni, mert most metalflakes-eket fogok elővenni, és ezt fogjuk beleépítgetni a zselé rétegünkbe. Egy bármilyen régi ecsettel vagy applikátorral, teljesen tök mindegy, mivel kisebb darabokat vigyetek fel oda, ahová kentük a zselét, leginkább a tippnek az elejébe tegyetek. Arra figyeljetek oda, hogy szépen lapogassátok bele, ne álljon ki nagyjából sehol sem. És hogyha ezzel megvagytok, akkor ellenőrizzétek le, nézzétek meg, és mehet be a lámpába 30 másodpercre. Ha lejárt a 30 másodperc, akkor kivehetitek a lámpából, és most egy látta extra zselével fogjuk folytatni az építgetést. Körülbelül az előző rétegnek a negyedétől kezdjétek el felvinni az anyagot, és szépen dolgozzátok el a tipnek ugye az első negyedéig felfele. Itt nagyjából annyi anyagot kell használnunk, hogy egy kicsi fedése legyen, és szépen el lehessen oszlatni a felületén. Az a lényeg, hogy legyen fölül is, legyen lent is, szépen legyen eldolgozva, de nem kell annyira alaposnak lenni, mint például egy baby boomernél. Majd ha ezzel is megvagyunk, akkor újra előveszük a flakes-eket, és belenyomkodjuk ebbe a zselé rétegbe is. Mehetnek bele nagyobb darabok, fethetik is egymást, de a lényeg az még mindig az, hogy magából a zselé rétegből ne nagyon lógjanak ki. És ezek után ez is mehet 30 másodpercre be a lámpába. És most a Future Milky Rose-zal fogjuk folytatni, mert ezzel fogjuk kitölteni a tipnek a többi részét. Én ehhez egy akrilát ecsetet fogok használni, és ezen felül én sima liquidet szoktam, mert ez nekem nagyon megkíméli az ecsetemet. Ide a kis parkámba kitöltöttem, szépen előkészítek egy papírt, amin majd leítatom az ecsetet. És ha kivettük a lámpából a tippünket, akkor körülbelül egy ilyen két borsónyi anyagmennyiséget fogunk belenyomni a tipp tetejébe, amit utána az akrilát ecsettel fogok eldolgozni, belemártom a liquidbe, szépen kiítatom az ecsetből a folyadékot, mert nem kell túl sokat használnunk,
és a Future-t elkezdem lapogatni egészen végig a tip aljáig, úgy, hogy elfedje az előző rétegeket teljesen. Ezek után leellenőrizzük azt, hogy mindenhol megfelelő anyagmennyiség van a tippen, és hogyha ez megvan, akkor megfogjuk szépen a vendégünknek az ujját, és mehet is fel szépen a tipp a köröm felületére. Óvatosan nyomjátok fel, ne nyomjátok túl erősen, mert akkor az anyag ki fog szaladni a köröm oldalára és aljára. Szépen dolgozzátok el a kis anyagot, ami kifolyt a szélére, vagy esetleg kiment, körbe végig rá tudtok menni az ecsettel, vissza tudjátok lapogatni, igazítsátok be, hogy minden oldalról egyenes legyen, ne legyen kint anyagfelesleg, fordítsátok át a tipnek az alját, és ott is lapogássátok el az anyagot, ami feltorlódott a köröm aljára. Arra figyeljetek oda, hogy a sáncokban ne maradjon sehol se anyag, az ecsetnek a hegyével tökéletesen ki tudjátok szedni mindenhonnan, bepozícionáljátok középre, megfelelő helyre, és ezek után, hogyha ezt leellenőriztétek, mehet be a lámpába 60 másodpercre. Cleaner Wipes-el fogjuk utána lefixálni a körömnek a felületét. Ha kijött a lámpából, akkor a körömágynál lefogjátok a tippet, elkezditek jobbra-balra egy picit mozgatni, amivel fellazítjátok, és szépen egybe lejön az egész a felületéről. Ezek után lefixáljuk, alul is, fölül is, mindenhol, hogy ne legyen ragacsos réteg. Majd előveszünk egy 180-as reszelőt, mert ez bőven elég ahhoz, hogy formára igazítsuk a körmet. Először az oldalpárhuzamokkal fogjuk kezdeni, nem kell sokat reszelni rajta, mert már így is adott a formánk. Szépen lekerekítjük mandula formára a körömnek az elejét. Ezek után egy picit portalanítok, beigazítjuk az alsó párhuzamokat is, picit alárezzelünk jobbról-balról, és utána megfogjuk a csiszológépet, és sima papír csiszolófejjel körbe megyünk a böl körül óvatosan. Figyelünk arra, hogy a feltorlódott anyagmennyiséget leszedjük. Ezek után színbe reszeljük a körömnek a tetejét. Ismét portalanítunk, hogy lássuk, hogy maradt-e anyag, amit még le kell reszelnünk. Az oldalából még reszelhetünk egy picit, hogyha van anyag feleslegünk. Picit átreszelhetjük körömnek a tetejét is. Ezzel le is tudjuk mattítani hátul a sáncoknál. Majd egy 180 soft reszelővel fogom folytatni, amivel még finomítom hátul a körömet a sáncoknál, hogy színbe legyen, lemattuljon egy picit még a teteje. Ezek után brill bufferrel körbe megyek az egész köröm felületén, szépen az elejét is körbe az egész körmet megbufizzuk. Majd egy homokolt porci finomítóval folytatom, hogy tökéletes legyen a felületünk. Majd előveszünk egy cleaner wipes-ot, ezzel szépen letisztítjuk a körömnek a felületét, portalanítjuk, és hogyha ez egy kicsit megszáradt, akkor utána mattexre toppal fogom folytatni. Itt arra figyeljetek, hogy ne használjátok kevés anyagot, mert az ecset nyoma megmaradhat a felületen, hogyha kevés anyaggal dolgoztok. Majd ha lekentétek az egész felületet, akkor ellenőrizzétek le, hogy mindenhová került a anyag, mindenhol szép egyenes sima a felület, és ezek után mehet be a lámpába egy percre. A felület díszítéséhez fehér kontúr zselét fogok használni. Majd ha megkötöttem a textra top, akkor egy pontozótű segítségével fogjuk elkezdeni a díszítésünket. Nagyjából a köröm közepére egy nagyobb pöttyöt helyezzetek le, fölé kettő kisebbet,
és oldalra is kettő kisebbet. Ha ezzel megvagyunk, akkor egy nulla long ecsetet fogok használni. Nekem ez ugyanúgy bevált, mint az összes többi ecset. Arra figyeljetek oda, hogy a középső pögyből fogunk indulni. Pici anyagot vegyetek fel az ecsetre, és húzzátok be a pöttyeket egy vonalba. Felfele, lefele, jobbra is, balra is. Majd a behúzott vonalaink közé, bentről indulva, húzzatok ki pici szálakat, ezek fogják megadni a hópihének a teljes formáját, és majd, hogyha ezzel is megvagytok, akkor pici gombócot vegyetek fel az ecsetre, és a maradék kis közökbe egy-egy pöttyöt helyezzetek el. Majd folytatjuk a köröm bal alsó sarkával, itt is húzzatok egy vonalat fentről, egyet jobbról, egyet balról, ezt ugyanúgy megtükrözitek, tehát alulról, és ugyanúgy bal alsó, jobb alsó, és utána a közökbe húztok nagyon pici, apró vonalakat. Itt arra kell figyelni, hogy mindegyik a középpontban végződjön, és ha leellenőriztük őket, akkor mehet be a lámpába egy percre. Ha kikapcsolt a lámpák, akkor a vendég kiveheti a kezét, és a skőragasztót veszünk elő, mert ezzel fogjuk folytatni a díszítésünket. Én már válogattam ki előre kis köveket a BB-s, AB-s Strass mixből. Most a kőragasztót, azt felvisszük először a hópihéknek a közepére. Arra figyeljetek oda, hogy ne nagyon lógjon túl, mivel hogy le van mattítva a köröm, és ha túlságosan bekerítek kőragasztóval, akkor valószínű, hogy vissza fog fényesedni. Majd felvesszük a köveket, és belehelyezzük a hópihéknek a közepébe. Eligazgatjuk, és mehet be egy percre a lámpába. Aztán mikroszóri gyöngyökkel fogom folytatni, amiket kőragasztóval fogok keverni, hiszen így nem fognak kipotyogni a felületből. Viszont arra figyeljetek, hogyha műanyagszóró gyöngyöket használtok, akkor ezt ne nagyon keverjétek ki kőragasztóban, mert a színét megoldhatja. És ha ezt összekevertük, akkor szépen félretesszük, kijöhet a lámpából a köröm. Majd a körömnek a jobb felső sarkából, nagyjából a bal sarokpontig húzunk egy ívelt vonalat a kőragasztóval. Aztán újra előveszük a szórógyöngyöket, és én most hármasával fogom őket eloszlatni. Szépen felvesszük őket, rakunk három darabot a jobb felső sarokba, három darabot rakunk az alsó sarokba. Ide most több sikerült, úgyhogy ezt a másik hármat be fogjuk tolni középre. Figyeljetek oda, hogy ne nagyon menjetek ki a vonalból, mert ugye le van mattítva a köröm, és nem szeretnénk, hogy ott visszafényesedjen. Elővesszük a köveinket, és előbb kisebbekkel kezdünk a szórógyöngyöktől kezdve. Folytatjuk nagyobbakkal, és újra kisebbekkel. Beigazgatjuk őket szépen, hogy egy vonalba legyenek, legyen egy kis íve, majd újra előkapjuk utána a szórógyöngyöket, és a nagyobb kövek közé egy-egy darabot behelyezünk, tehát fölülre is egyet, alulra pedig kettőt. Ha a szélén a szórógyöngyök elcsúsztak volna, akkor ezzel az ecsettel nyugodtan beigazíthatjátok őket, vissza lehet őket tologatni. Megnézzük, hogy mindenhol jól állnak-e, mindenki ott van, ahol szeretnénk, leellenőrizzük, és ismét mehet be egy utolsó köttetésre a lámpába. Majd ha ezzel megvagyunk, szépen elpakolunk mindent, egy cleaner wipes-szel fogom lefixálni ugye a köveket, mivel hogy a glue gel az ragacsosra köt, és nem szeretnénk, hogy szöszök vagy bármi egyéb beleragadjon a körömbe, szépen lefixáljuk. Rámegyünk ugye a nagyobb kövekre is, amiket beraktunk a hópiék közepére. Utána egy olajjal fogjuk lekenni a bőrt, nyugodtan bele is dörzselhetitek, a vendégek nagyon szeretik. És ezek után el is készültünk a körmünkkel, amit reverse tippel készítettünk. Hát meg egy kicsit megextráztuk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nyugodtan lájkoljátok, osszátok meg. És ha elkészítitek, tegyétek fel a Billboard közösségbe. Sziasztok!